Szimbolikus napon, október 17-én kezdődik a Heves vármegyei értékfesztivál. Ekkor adták fel ugyanis a törökök az egri várostromát 1552-ben. Másnap, október 18-án az egri Bikavér napjával folytatódik az esemény az Eszterházi téren, ahol bejelentik a Gárdonyi 100 egri Bikavér Superior 2021 piacra kerülését. Hangzott el a vármegyeházán a rendezvény beharangozóján. Ezzel a összefogáson úgy gondolom egyrészt tanúbizonyságot is tudunk adni, hogy együtt milyen értékes borokat tud termelni ez a borvidék, és azzal a kedves szándékkal is állunk a közönség elé, hogy ennek a bornak a bevételének a egy része az egri Gárdonyi ház felújítását fogja majd szolgálni. Aznap Eger bor Bikavér címmel képzőművészeti kiállítás is nyílik a Líceum aulájában, illetve 20 étterem kínál 10 napon keresztül az egri Bikavérhez illő ételeket. A rendezvény sorozatot gálaest, pincetúra és kóstoló is színesíti a Szépasszonyvölgyben. Mindez része az egri Bikavér ünnepi napoknak, amely egy évvel ezelőtt újult meg. Az idén jóval grandiózusabb költségvetéssel tudjuk megvalósítani programjainkat, illetve hát elhangzott az attrakció tavaly évben a borok befalazása a várban. Minden évben készülünk valami újdonsággal. Ezúttal majd talán a völgy lesz ez az újdonság, illetve az Eszterházi tér programjai elevenítik ezt fel. A Dobó István Vármúzeum is csatlakozik az eseményhez az egri várnapjával. Megjelennek olyan települések a rendezvényen, amelyek a saját értékeiket mutatják meg, és amelyeknek a feltárásában azt gondolom, hogy mi is aktívan részt tudtunk venni, legyen szó akár Boldogról, akár Abasáról, tehát több település is meg fog jelenni a megyénkből itt az egri várnapján, és megmutatják a saját értékeiket, de akár ide érthetjük a Hungarikumot is, amelyhez ugye az egri vár, akár az egri Bikavér legendájával is szervesen kapcsolódik. A Heves Vármegyei Értékfesztivál különlegessége az is, hogy határokon is átível, így nem csak a vármegye kulturális értékeit mutatja be. Ami miatt pedig európai kitekintésűvé válik ez a rendezvénysorozat, az, hogy Heves Vármegyének, hál' Istennek vannak olyan nemzetközi kapcsolatai, amelyek részben magyar-magyar kapcsolatok, hiszen Kovászna és Hargita megyékkel mi már nagyon régóta testvérkapcsolatot ápolunk, és ebből kifolyólag az ő művészeti csoportjaikat is sok szeretettel várjuk erre a rendezvényre. A rendezvény sorozata a Heves Vármegyei Önkormányzat támogatásával jött létre.